Nyílt napot tartottak a határvadász toborzók Győrben. Az eseményen a győri Bercsényi és a csornai Hunyadi iskola rendésztanulói jelentek meg. Rajtuk kívül azonban, mint megtudtuk, mindenki előtt nyitva a lehetőség, hogy egyenruhásnak álljon. Nyugdíjkorhatár mínusz 10 év ugye a felvételi követelmény, ez 55 éves kor jelenleg, ami annyit tesz, hogy ugye eddig már megcsinálja a felvételi eljárást, akkor felvételre tud kerülni az adott jelentkező. Nyilván ugyanúgy végig kell csinálni egy fiatalnak, mint egy idősnek a felvételi eljárást, tehát ahhoz, hogy bekerüljön a rendszerbe, ugyanúgy meg kell teljesítenie kell mondjuk a fizikai mondjuk a 80 pontot, mint mondjuk egy 19 évesnek. Az állományba 3000 főt keresnek országos szinten. Az eddigi adatok szerint 4000 érdeklődő van, és 1200-an jelentkeztek már az alkalmassági vizsgálatra. A fő feladat jelenleg a határvédelem, de később egyéb területen is számítanak az újoncokra. Egy nemes feladatról beszélünk, hogy az ember tevékenyen tehet hazája védelmében, illetve hát a rendőri hivatást választhatja. Határvadászatról beszélünk, de alapvetően ez egy rendőrképzés. Tehát esetlegesen a migrációs nyomás enyhülésével is a készenléti rendőrség számít, most így mondom, a határvadászaira, tehát a későbbiekben is be tudnak illeszkedni, illetve folyamatában is a készenléti rendőrség feladatrendszerébe, feladatellátásába. A tájékoztatás után aztán egy bemutatóval is készültek az egyenruhások. Testközelből élhették át az érdeklődők, hogy mit is jelent a készenléti rendőrség munkája. Aki kedvet érzett hozzá, ki is próbálhatta, milyen teljes felszerelésben szembeállni egy kisebb tömeggel. Horváth Tamás családjában több egyenruhás is található, így számára nem volt kérdés, hogy most a nyílt napon beálljon a sorfalba. Úgy kell elképzelni, mintha lovag lennék és beöltöznék lovagnak. Hát elég nehéz zárt alakzatba már csak mozogni, és még erre látesz az, hogy ideges emberek, meg tüntetők megrohamozzák a rendőrfalat, és nekirontanak. A felvételi megfelelt jelentkezők már a képzés alatt is számíthatnak juttatásra. A vizsga után azonban egy év próbaidő következik, mielőtt állományba kerülne valaki.